És akkor szeretném szólítani a késő délutáni szekció befejező előadóját. Sándor Sára fog nekünk egy látszólag teljesen valószerűtlen kombinációról beszélni, amiben vannak baktériumok, és memóriáról, és életkorról, tehát van ebben minden. Tessék parancsolni! Nagyon köszönöm ezt a felvezetést, és köszönöm azoknak is, akik még kitartóan itt vannak velünk így az utolsó magyar szekció utolsó előadására. Nem is nagyon húzom a szót, mert maga a bevezetés meg a cím is elég hosszúnak tűnhet. Ugye a bélmikrobiom összetétele az mindenféle tulajdonságokkal asszociációt mutathat az eredményeink szerint, aminek persze vannak előzményei is. Többek közt az, hogy mi is ez a mikrobiom. Humán vonalon az elmúlt 10-20 évben szaporodtak meg azok a kutatások, amelyek a mikrobiom, vagyis a baktérium közösségek összetételének a vizsgálatával foglalkoznak. Ilyen baktérium közösségek testszerte megtalálhatók rajtunk is, illetve bennünk is a különböző testfelületeken, ez ugye jelenthet külső vagy belső testfelületeket. Ilyen szempontból a kutatók fókuszában különösen a bél mikrobiom közössége áll, amit ugye köznyelven szoktunk bélflórának is hívni, és ahogy ezeken a kis színes ábrákon is láthatjátok, nagyon sokféle baktérium él rajtunk és bennünk, ezek a színek különböző baktériumcsoportokat szimbolizálnak. A jó hírem az, hogy ezeket így nagyon emlegetni nem fogom, mert jelenleg azért a különböző csoportoknak így részletesen nincs nagy relevanciája a jelen kutatás szempontjából, de az, hogy milyen az összetételük, illetve hogy egy-egy csoport majd milyen funkciót tölt be, az már érdekes lehet. Amit tudunk humán vonalból, illetve például a rákcsákon végzett kutatásokról, hogy ennek a mikrobiomnak az összetételét egy csomó minden befolyásolhatja, kezdve a táplálkozástól, ami akár triviális lehet, illetve az antibiotikumoktól, de például a stressz, az életmód is akár hatással lehet rá. Ami viszont ennél is érdekesebb, hogy a mikrobiom összetétel összefüggést mutat olyan tulajdonságokkal is, mint a fizikális és mentális egészség, az agyműködés, vagy például az öregedés. Tehát egy nagyon-nagyon összetett rendszerről van szó. Ennek következtében ma már beszélünk egy olyan rendszerről is, amit bél-agy-tengelynek lehet magyarra fordítani, hogy ez az angol a gut-brain axis. Ez azt jelenti, hogy az agyból különböző szignalizációs molekulák, például neurotranszmitterek jutnak el a bélhez, hiszen ezek a bélműködést is szabályozzák. Cserébe a bélben élő nagyon sokféle baktériumból, itt ilyen kis színes mindenféle baktériumot láthatok berajzolva a bélbe, talán így kurzorra is jobban tudom mutatni, különböző molekulák jutnak be a vérkeringésbe, és ezáltal eljutnak az agyig. Ezek közt például lehetnek más neurotranszmitterek, vagy neurotranszmitter alapanyagok is, szerotonin vagy rövidláncú zsírsavak, például a vajsav. És ma már egyre több kutatási eredmény mutat arra, hogy ezeknek a szintje bizony hatással lehet olyan jelenségekre, amelyekről eredetileg azt gondoltuk volna, hogy csak úgy az agyhoz kapcsolódnak, például a depresszió, idegességre való hajlam, az autizmus és a bélflóra között egyre több összefüggést fedeznek fel, illetve az öregedéssel kapcsolatos betegségek, például a Parkinson és az Alzheimer-kór. Tehát tulajdonképpen a beleinkben élő baktériumok nagyon-nagyon sok szinten hatással lehetnek a szellemi, lelki működésünkre, egészségünkre is. Természetesen még mindig nagyon az elején vagyunk ezeknek a kutatásoknak. És itt fölmerül a kérdés, hogy ha már a kutya olyan nagyon sokrétű modellje az embernek, például ugye az emberi kogníció bizonyos aspektusainak is, ahogy eddig hallhattátok a többiektől, mi a helyzet az ő bél mikrobiomuk kapcsán? Korábbi kutatások már összehasonlították a kutyák és néhány másik faj bél mikrobiom összetételét, például az ember bél mikrobiomjával is, és azt találták, hogy nagy átlagban a kutyák baktérium összetétele jobban hasonlít az emberhez, mint akár a házisertés, akár az egér bél baktérium összetétele. Emiatt ugye ez azt is indikálhatja, azt is jelezheti, hogy a kutya ilyen szempontból is hasonlóbb lehet az emberhez, mint más modellállatok. Tehát bizonyos kérdések megválaszolására, kutatására alkalmasabb lehet, mint mondjuk az egér, vagy akár a házi sertés.
Hogy a kutyákban a bélagytengely milyen szerepet tölthet be, az egy még kevésbé kutatott, viszont szintén nagyon izgalmas kérdés. Arról biztos sokan hallottak már, hogy a bélagytengely, bocsánat, az Alzheimer-kórnak a kutya jó modellje lehet, ugye az öregedés során a kutyáknál is megjelenhet ilyen demencia jellegű kórkép. Viszont maga az, hogy ez hogy függ össze a bélmikrobiom összetétellel, az egy nagyon kevéssé kutatott kérdés. Amit eddig tudunk a kutyák viselkedése és a bélbaktériumok összetétele közti kapcsolatról, az egy-két publikáció erejéig mérhető. Például megvizsgálták egyszer, hogy egy konkrét kutya állományban, ahol voltak agresszív és nem agresszív egyedek, milyen összefüggés volt az agresszió és a bél mikrobiom összetétele között, és találtak összefüggést. Tehát nagyon valószínű, hogy kutyák esetében is az, hogy milyen metabolitokat, tehát ilyen pici molekulákat juttatnak a bélbaktériumok a szervezetbe, az hatással lehet az idegrendszer működésére, akár az agresszió hajlamra is. A Szenyor Családi Kutya Program kutatásában az egyébként is elvégzett viselkedési tesztekhez kapcsolódóan gondoltuk, hogy feltesszük ezt a kérdést is, hogy akkor a bélmikrobiom összetétele mutat-e összefüggést ezekkel a paraméterekkel. Az egyik ilyen viselkedés teszt az egy memória teszt volt, ahol azt vizsgálták, hogyha 5 cserép közül véletlenszerűen valamelyikbe a kísérletvezető elrejt egy falatot, majd egy kis idő múlva a kutyának lehetőséget biztosítanak, hogy megkeresse, közben történik egy kis várakozás, tehát kivezetik a kutyát, majd visszajön, akkor emlékszik-e, hogy hova lett elrejtve a falat. Tehát ez egy kifejezetten kutyáknak szóló kis memória teszt. És ezzel párhuzamosan mintagyűjtést is végeztünk. Ebben az esetben a bélmikrobiom megvizsgálatára praktikusan a széklet minta lehet a legjobb minta. Itt erről kifejezetten most képet nem hoztam, viszont szeretem ilyenkor elmesélni, hogy azért a kutatás többnyire nem olyan egyszerű, hogy akkor most kimegyünk a parkba, és összeszedjük a rosszabb esetben ott hagyott kutyakakikat. Ugyanis a széklet mintában, miután elhagyta a szervezetet a kis minta, a baktériumok összetétele elkezd megváltozni, mert bizonyos baktériumok még a környezetben is szaporodnak, más baktériumok nem. És emiatt, hogyha rövid időn belül nem kerül lefagyasztásra ez a kaki minta, ez általában egy 20-30 perces limit, akkor már nem azt az összetételt fogjuk látni, ami egyébként még az állatban volt. Úgyhogy ezért lehet néha látni itt a tanszék körül kutatókat ilyen kis zacskókkal rohangálni, adott esetben mondjuk még szárazeges dobozokkal is, hogy időben le lehessen fagyasztani ezeket a mintákat. Ami ezután következik, az még ennél is bonyolultabb, úgyhogy itt külön részletekben nem is megyek bele, nem fárasztandó senkit már így a nap végén. A lényeg az, hogy a kaki mintából megfelelő eljárással a bakteriális DNS-t kinyerjük, ezt Sufiane kollégám végezte, aki majd angolul fogja bemutatni ezt a prezentációt. Utána történik egy úgynevezett PCR vizsgálat, majd pedig ellenőrzik, hogy jó-e a minták minősége, és ezt követi az igazi nagy ágyú, egy ilyen új generációs szekvenállás, amelynek segítségével megállapítható, hogy milyen főbb baktériumcsoportok voltak az adott széklet mintában. És amikor ez az eredmény elkészül, össze lehet hasonlítani a baktériumcsoportok összetételét más paraméterekkel, a mi esetünkben például az kutyák életkorával, illetve a memória teljesítményével. Az első dolog, amit ilyenkor meg szoktak nézni a kutatók, hogy konkrétan a különböző baktériumcsoportok összetétele az milyen volt az egyes kutyákban. Ezek a szép kis színes ábrák, ezek pont ezt szimbolizálják, amit alul láthattok az alsó tengelyen, az az egyes kutyáknak az azonosítói, és fölötte színekkel pedig a különböző baktériumcsoportok aránya látható. Lehet látni, hogy egyes baktériumcsoportok általában dominálnak a kutyákban. A jobb oldali ábrán pedig tulajdonképpen ugyanez az eredmény látható, csak kisebb csoportokra bontva, tehát itt a baktériumokat kisebb úgynevezett nemzetség szinten osztottuk szét. Az öregedés és a memória funkció kapcsolata, ami talán igazán érdekes lehet itt, az egyik dolog, ami kiderült ebből a kis elemszámú kutatásból, és ez fontos lesz azért az eredmények értelmezése kapcsán, hogy az életkorral a fuzobaktérium nevű csoport előfordulása az aránya csökken. Ez azért volt érdekes, ugyanis az emberi
eredményekhez, az emberi kutatásokhoz képest, ez egy ellentétes eredménynek tűnik. Emberekben általában a fuzobaktérium mennyisége az növekszik idősebb korban, illetve különböző bélbetegségekkel is asszociálódik, tehát ott inkább egyfajta kórokozó jelleg kapcsolódik ehhez a fuzobaktériumhoz, ez persze nagyon óvatosan kell értelmezni. Kutyákban pedig úgy tűnik, hogy ennek valamilyen ellentétes funkciója lehet, például volt korábbi kutatás kutyákban, ahol az derült ki, hogy bélgyulladás esetén inkább csökken ennek a fuzobaktériumnak a mennyisége. Ez ugye azért is érdekes kutatási eredmény, mert lehet, hogy azért nem tökéletesen azonos a kutyák egy-egy fiziológiai paramétere az emberével, ez teljesen természetes dolog. A fuzobaktérium egyébként ragadozókban általában más funkciót tölt be a kutatások szerint, mint inkább növényevő vagy vegyes táplálkozású állatokban, úgyhogy valószínűleg ez lehet az oka. Ami viszont talán a demencia kutatás szempontjából egy jó hír lehet, hogy a kutya jó modellje lehet az embernek, az, hogy olyan eredményt kaptunk az aktinobaktérium, ez tehát egy másik baktériumcsoport, és a memória teljesítmény összefüggése kapcsán, ami párhuzamba állítható azzal, amit embereknél tapasztaltak az Alzheimer-es betegeknél, és Alzheimer-es betegeknél is, tehát ahol egyértelműen romlik a memória teljesítmény, magasabb általában az aktinobaktériumnak a mennyisége, és ehhez hasonló összefüggést kaptunk kutyákban is, tehát itt ugye az alsó tengelyen a hibás emlékezési események, tehát amikor nem jól emlékezett a kutya, mennyiségével arányosan nő egy kicsit az aktinobaktériumok mennyisége a kutyákban. Tehát ilyen szempontból ez egy ígéretes eredmény. Amit fontos megjegyezni, nálunk ez egy kicsi elemszám, tehát általában a genetikai kutatásokban ahhoz, hogy igazán stabil eredményt mondhassunk, ennél nagyobb elemszámot szoktak bevonni, de kezdeti ötletadó, motiváló kutatásnak mindenképpen ígéretes. Ez csak egy kis érdekesség, a mikrobiológiai kutatásokban ilyen többdimenziós skálázásokat is szoktak végezni, ugye a különböző résztvevő kutyák neve is fel vannak tüntetve. Itt például az látható, hogyha az összes baktérium csoportot összevetjük, akkor összességében az egyes kutyák bélmikrobiómja milyen kapcsolatban volt egymással. Nagyobb elemszám esetén sokszor az ilyen többdimenziós skálázásnál is lehet érdekes csoportosulásokat megfigyelni. Összességében tehát elmondható, hogy a bélmikrobiom összetétele ebben a kutyacsoportban, amit vizsgáltunk, összefüggést mutatott a memória teljesítménnyel, illetve a kutyák életkorával. Az ilyen mikrobiológiai bélmikrobiom kutatásoknál mindig fontos hangsúlyozni, hogy ez jelenleg egy korrelációt fejez ki, tehát nem tudjuk pontosan az ok és okozati viszonyokat. Vannak már rá kutatások, például rágcsáló modellekben, vagy emberekben is egy-egy esett tanulmány, ami azt igazolja, hogy a bélmikrobiom megváltozása az tényleg okozhatja, hogy változik mondjuk a valamilyen kognitív funkció, adott esetben a memória teljesítmény, de erre azért teljesen biztosat még nem tudunk mondani. Ami pedig egy plusz érdekesség, hogy nem tudtuk azt mondani, hogy a kutya itt egyértelműen minden szempontból megfeleltethető az embernek, ugyanis az egyik baktériumcsoport ellentétesen változott, a másik baktériumcsoport pedig hasonló módon. Ebből megjelent egy kutatás, itt kis-kis öröm volt számunkra, hogy pont az adott újságnak a címlapjára is került, itt ugye Janka szimbolizálja a kutatócsoportot. És azt hiszem, hogy ez alapján is elmondható, hogy a kutya egy újabb területen lehet az ember legjobb barátja a tudományban is. A kis ábra szimbolizál egy fontos területet, amiről kollégák szoktak mesélni, például ugye a különböző szociális interakciók, vagy az oxitocin funkciójának a kutatása. De úgy tűnik, hogy azért vannak más barátaink is, akár még bensőségesek viszonyban. Bizony-bizony még ők is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a különböző hormonjaink szintje milyen irányba változik. És ők a kis színes csapat a beleinkben. Úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmet. Ez a kutatás nem jöhetett volna létre két tanszék együttműködése nélkül, tehát ez is mutatja, hogy az ilyen különböző disziplinákat összekötő kutatásokban mennyire nagy szerepe van a kollaborációnak, és természetesen legalább ennyire fontos szerepük van a gazdáknak is, akik vállalták, hogy részt vesznek a viselkedéstesztekben, illetve a székletmintagyűjtésben, úgyhogy ezúton is nagyon köszönöm minden résztvevőnek.